Születésnapi meglepetések várták a plazmaadókat a 3 éves Szolnoki Plazma Centerben március 3-án. A vérplazmából gyógyszerek készíthetők különböző egészségügyi felhasználásra. Főként véravadási faktor készítmények készülnek ezekből, de egyébként immunglobulin készítmények, albumin infúziók, igazából nagyon sok kritikus a felhasználásuk. Szervátültetésen átesett embereknek a kezelésére lehet, ugye immunszuprimát emberek kezelésére lehet használni, de égési sérültek ellátására, intenzív terápiás ellátására is fel lehet használni, úgyhogy igazából nagyon sok rétű, de főként ugye az alvadási faktor készítmények azok, amelyek életmentő szerepet játszanak. A segíteni vágyó emberek által adott plazmából körülbelül 800 ezer készítmény készült. Azt nehéz megmondani, hogy hány embernek segítettünk, nagyon soknak, mert ugye vannak olyan betegségek, ami betegségek kapcsán egy, illetve kettő, akár három vagy négy plazmából készült gyógyszert is szedhet egy-egy beteg ember. A plazmaadók egészségét folyamatosan monitorozza a centrum, ha szükséges, orvosi támogatásban is részesülnek. Alapvetően ugye egy alkalmassági vizsgálaton esnek át a donorok, akik ide fáradnak hozzánk. Ugye egyrészt ez azért is jó, mert ugye tulajdonképpen egy szűrővizsgálatként is funkcionálunk, hogyha bármilyen olyan baja van a donornak, amiről ő nem tudott, és inkább felfedezzük. Tehát ez egy jó elindító út lehet, vagy egy löket lehet afelé, hogy kivizsgáltassa az adott baját. Sok ember nem tud róla, hogy baja van a problémája a vérnyomásával esetlegesen, vagy a szívritmus zavarát ugye itt fedezzük fel, vagy bármi más egyébet, amiről ő nem tudott, vagy esetleg még panasz nem okozott neki, de jelentkezik nála, mint probléma, illetve minden mellett ugye laborvizsgálatokat is végzünk, ott is számos mindenre fény derülhet. A közelmúltban fejlesztésen esett át a center, a plazmából készült gyógyszerek iránti magas igény miatt volt szükség a kapacitás bővítésre. Szerencsére Szolnokon ilyen sok a segíteni vágyó és szándékozó ember, illetve ugye most már nem csak Szolnok, hanem Szolnok vonzás körzetében lévő kisebb-nagyobb városokból is igencsak megnőtt a donor létszámunk. A születésnap alkalmából 100-szoros plazmaadókat jutalmaztak, hárman vehettek át nagyképernyős televíziókészüléket, mások kisebb jutalomban részesültek. Mint ahogy látszik is, a centerünk ünnepi díszbe öltözött a mai nap folyamán üdítővel, pezsgővel, illetve süteménnyel kedveskedünk donorainknak, illetve vannak alkalmasítási akcióink, és minden kedves plazmaadóba plusz juttatást kap. Plazma centerben minden egyes dolgozó nagyon nagy szeretettel, empátiával és kedvességgel várja az ide beérkező donorokat. Sok szeretettel adnánk át a Nyeremény TV-t a nyertesünknek, aki ugye 100 plazmaadást teljesített február hónapban, mert ugye a Plazma Centernél minden 100. adó között kisorsolunk minden hónapban 3 darab tévékészüléket, illetve akik nem nyernek, azok kapnak egy sorsjegyet, és a következő adásukban 20.000 forintot kapnak pluszba. Úgyhogy gratulálunk hozzá még egyszer. Akkor rögtön meg is kérdezném, hogy mit érzel most? Hát... Örülök, hát szóval se tudok jutni. Hosszú idő volt ez így, és hát nagyon örülök, hogy nyertem ezt a PV-t. Nem volt még eddig ekkora szerencsém. Mi motivált téged, amikor eljössz ide? A segítség? Igen, a segítség mások egészségéhez. Rengeteg dologot lehet ebben kapcsolatban hallani, rengeteg beteg ember van, és hát a segítség az mindenkinek jól esik. A 3 éves Szolnoki Plazma Center olyan kisiskolás gyerekeknek szeretne segíteni, akiknek csak ritkán van részük hasonló élményben, így céljuk, hogy eljussanak Budapestre, és megtapasztalják a tropikárium varázslatos élményét. Amennyiben sikerül 1500 plazmaadást március 9 és március 31-e között összegyűjteni Szolnokon, a Plazma Center átvállalja a Légetúti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény iskolás csoportja utazási és belépőjegy költségét.